Hainan Kína legfiatalabb tartománya 1988-ban alakult. A 35.000 négyzetkilométeren elterülő sziget 9.100.000 lakost számlál. Gazdasága a turizmus, a mezőgazdaság, az ipar, valamint a természeti erőforrások feldolgozásán alapszik. Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke szerint a szándéknyilatkozat tovább mélyíti Szerbia és Kína egyébként is jól működő baráti kapcsolatát, valamint az egyre intenzívebb együttműködést a két ország között. Velike investicije, veoma brzo ukidanje viza, nadamo se već od januara, što će naročito podstaći saradnju u mnogim oblastima za koje postoji velika šansa, poput turizma, izgradnja u oblasti infrastrukture, očekivani poslovi baš ovde kod nas u Vojvodini na realizaciji brze pruge od Beograda do Budimpešte i saradnja u mnogim drugim oblastima je nešto što nas uverava da su ovakvi sporazumi veoma važni i nešto što će otvoriti put za saradnju i u svim drugim oblastima. Az aláírt dokumentum a mezőgazdaság, a turizmus, a csúcstechnológia, valamint a kultúra területén megvalósuló közös munkára ad lehetőséget Hainan és Vajdaság között.